Egy családi beszélgetés az elmúlt évtizedekről, egy-egy nehéz történelmi időszak átgondolása, elemzése, már ez is segíthet abban, hogy a jelenlegi helyzetet jobban kezeljük. Ha látjuk, szüleink, nagyszüleink miket éltek át és túl, erőt adhat nekünk is, mondja dr. Szabó Balogh-Virág. Keressünk olyan eseményeket, akár családi, akár történelmi eseményeket, amikről így végig gondolva tudjuk azt mondani, hogy az nagyon nehéz volt, és milyen jó, mert megküzdöttünk. Ennek ugye bizonyítéka az, hogy mi itt vagyunk, és most ezzel ugye nekünk is meg kell küzdeni. Nagyon fontos az, hogy ezeknek a történeteknek az átbeszélése, mesélése nyugodtan mehet a gyerekek előtt, ők is tudnak ebből töltekezni, viszont fontos az, hogy minél inkább a pozitívumot, az erőforrást próbáljuk ezekből kiemelni, ne a negatívumokat, ami még nagyobb terhet jelenthet és lehúzhat minket. A pozitívumok keresésének egyébként is kiemelt szerepe van ebben az időszakban, és annak is, hogy egy-egy pozitív gesztussal támogassuk például az egészségügyben dolgozókat. Ők most nagyon-nagyon fókuszban vannak, azt gondolom. Az, hogy most sokan segítenek, és tapsal köszönik meg, és pozitív üzeneteket küldenek feléjük, az jelzi azt is, hogy a társadalomnak van arra rálátása, hogy itt most ők kulcsfontosságú szerepben vannak, és támogassuk őket, amennyire minimálisan erre mód van. Ezzel együtt, hogyha valaki olyan állapotba kerül, hogy ténylegesen az egészségügyi ellátórendszerbe be kell, hogy kerüljön betegként, vagy beteggyanús esetként, nagy kérdés az, hogy mikor, milyen pszichés állapotú egészségügyi dolgozóval, milyen leterheltségű egészségügyi dolgozóval kerülnek kapcsolatba. Fontos, hogy szem előtt tartsuk, toleráljuk az ő fáradtságukat is. Azzal együtt, hogy az is fontos, hogy az egyéni igényeket szabad jelezni ilyen esetben, mert nem biztos, hogy nekik tud annyira széles körű rálátásuk lenni egy-egy beteg állapotára, hogy a nagyon konkrét egészségügyi intézkedéseken túl egyéb dolgokat is átgondolva tudják megteremteni azt, hogy komfortzónában legyen egy beteg. Tehát ennek mentén a nyílt kommunikáció nagyon fontos. Jó, hogyha végig gondoljuk azt, hogy ők is emberből vannak, és mögöttük is emberekből álló családok vannak, akik most szintén talán családilag is jobban leterheltek azáltal, hogy egy vagy akár több családtag orvosként, ápolóként, vagy valamilyen szociális munkásként kell, hogy dolgozzon ebben a rendszerben. Mindkét fél, a beteg és az egészségügyi dolgozó számára is nehéz időszak ez.